Ünnepi szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-ai rendezvény Dombóváron, az államalapító királyunkról elnevezett kertvárosi templomban. És ahogy a szentmisén is fogalmaztam az ünnepi szentmise alkalmával, ez az ünnep egyszerre egyházi ünnep, állami ünnep, nemzeti ünnep, és ugyanakkor helyi ünnep is. Ugye egyházi ünnepként Szent István királyra, Magyarország fővédő szentjére emlékezünk, őt ünnepeljük. Azt tudjuk mindannyian, hogy a keresztény magyar államiság kezdeteit az ő nevéhez kapcsoljuk, államalapítóként ünnepeljük őt, ezért ez az ünnep Magyarország születésnapja is, ahogy mondani szoktuk. És helyi ünnep is, mert itt Dombóváron a kertvárosi templomot Szent István király tiszteletére szentelték fel, és ezért ez a mai nap a templom búcsú napja, búcsú ünnepe is egyben. A misét követően a település polgármestere a több éves hagyománnyal rendelkező városkenyere akcióból befolyt összeg jelképes utalvány formáját nyújtotta át az Alkony Támasz Alapítvány képviselőjének. A szervezet képviselője örömmel vette át a támogatást és adta át az akciót jelképező péklapátot annak a szervezetnek, akik számára a világ mintázatú kenyeret sütő pékség következő egy évben kenyerenként 20 forintot különít el. A 2023. augusztus 20-áig megvásárolt kenyerekkel a Jövő Emberkéje Alapítványt támogatják majd, melynek vezetője néhány szóban bemutatta a munkásságukat a jelenlévőknek. A kenyérszentelés előtt a Szent László díjjal jutalmazott Szabó István énekelt az ünneplőknek. Akkor is szeresd, a sorsod rosszra fordul, mikor behúhóval, mikor messzőre vár, mikor könnyed volna idegenben menni, akkor kell szeretned, az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. A hagyomány szerint az aratás után Szent István napra sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel az új búzából sütni először augusztusban lehetett, ezért a hónapot az új kenyér havának is nevezik. A nemzeti színű szalaggal átkötött frissen sütött kenyeret ökumenikus szertartás keretében áldották meg a helyi egyházak képviselői. Pintér Szilárd a város polgármestere szegte meg az ünnepi kenyeret, amit végül szétosztottak a jelenlévők között. Hagyományosan minden évben augusztus 20-án az új kenyér megáldására, megszentelésére kerül sor templomokban és az ünnepségek alkalmával egyaránt. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor imádkozzuk a mi atyánkban, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, de napjainkban, amikor érezzük, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk az időjárás viszontagságainak is, és hogy mennyire nem természetes az, hogy mindaz megadatik, amit úgy természetesnek vélünk, különösen is átérezzük annak fontosságát, hogy hálát adjunk azért, hogy megvan a mindennapi kenyerünk, és mindaz, amire leginkább szükségünk van életünkben.